Halló? Igen, igen. Visszahívom mindenképpen. Nyugodjon meg, visszahívom. Természetesen. Viszont hallásra. Kérem a következőt. Alá szolgáljak. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kérem szépen, én egy házasság közvetítőt keresek. Jó helyet, Ján, Kevész Béla, házasság közvetítő vagyok. Miben segíthetek? Nagyon örvendek, kérem szépen, én szeretnék megnősülni és egy ilyen feleségférét keresni. Jó, jó. Hát ez nem lesz könnyű eset. Ja, gondoltam, kérem, mert én nagyon-nagyon igényes vagyok. Maga igényes. Nézze, uram, maga már annak is örülhet, hogyha akad egy nő, aki hajlandó magával egy városban lakni. Első házasság. Ne, kérem, nekem már komoly tapasztalataim vannak. Én kérem szépen már négy nőt fogyasztottam el. Jó étvágyat van. Jó étvágyat van. És még a négytől elvált? Hát nem, csak egytől váltam. Egytől. És a többi három? Hát kérem szépen, elhaláloztak. De volt köztük egyetlen természetes halálozott el. A maga egy veszedelmes ember. Én? Ugyan kérem, a nők a veszedelmesek. Hát kérem szépen, én egyrészt utálom, másrészt meg gyűlölöm az egész női nemet, ugyanúgy van. Na, de térjünk vissza, tájt, én szeretnék nősülni, lehet. Ugye lehet? Na, hát mondjuk azt, hogy lehet. Na jó, kérem szépen. Na, itt van a kollekció, tekintsük meg. Igen. Ó, itt van mindjárt ez a gyönyörű szőnek önemény. Belenéz ezekbe a gyönyörű szemembe. És egész életedben szemmel lehet leszek. Ez az, megtaláltuk. Ez maga még nem kell. Na, itt van mindjárt ez a gyönyörű szőke tünetény, ez az annyira legyen. Hát bocsásson már meg, hát nem tartja fordítkoztak a képet. Várjuk. Jó, de jó, hogy szól, hát igen. Persze, hát igen, mert itt van neki a feje, és itt van neki a... Ne, én azt hiszem, hogy itt van neki a keze, és itt van neki a lába. Ne vitatkozom én velem, hát csak jobban ismerem a portékámat. Ennek ilyen lába van. Nem szeretném a lábatartónak örülött, de gyerünk egy nevet tovább. Na nézzük ezt a másik. Ja igen, nézze, mint a hajnali harmatos álló. Uram, ez a nő csak azért nem ment ki Hollywoodba filmsztárnak, mert nem hívt rá. Nem bizony, hogy ezt számítam. Uram, nézze meg azt a szállat. Gondolja el, hogy lehet azzal a szájjal csókolni. Nézze meg azt az orrot, ami a vélemény az orráról. Orrottam, nem kell. Uram, én megmutatom magának a kollekció legszebb darabjait, csupa fiatalság, csupa szépség. Hát ez az, kérem, ez az, hogy nekem ezek a nők túlságosan szépek és fiatalok. Hát nekem nem ilyen nők kellene. Nem ilyenek. Hát ha nem. Mondja, nincs valami semmi. Valaki olyan, aki még senkire nem tudod rásolni. Várjon csak! Mondjuk, aki legalább olyan adta, mint maga férfiban. Na, ezt nem kellettem. De, egy maga szerint megfelel. Hát nem, azért ennyire adta nekem. Én nem értem magát. Uram, az én életem tele van keserűséggel. Csalódás. Képzelj el! 15 évvel ezelőtt elvettem egy női feleségül hétfőn. Aki kedden már megcsalt, szerdán megszökött, és csütörtökön már tartás nyílt. Na, egy másik nő elvettem szombaton, aki még aznap megcsalt az anyagami vezetővel, és megszökött. Hát ez rémes. Ilyen gyors elhatározású nő volt. Na, a harmadik feleségem az egy kicsit elidézett nálam, egy álló hétig volt a feleségem. Ennek meg olyan kitartott rokonsága volt, hogy én még olyan nem vártam. Hát az csak talán nem baj, hogyha egy nőnek kiterjedt rokonsága van. Hát ennek csak nagybátyjai voltak. Nagybáty itt, nagybáty ott, nagybáty ahol, nagybáty erre, nagybáty arra. Hát nem győztem bemutatkozni nekik. Na, a negyedik feleség. Na, nem. Hagyjuk a meséket már. Jaj, uram, mert pedig én rajongani tudnék egy randa nevét. Egy olyan randáért, aki senki meg nem akad meg a szemem. Mert azért őszintén be kell vajon magának. Nincs sem annak nő, aki egyetlen jó szóval elnevelte tőlem csábít. Hát ez készséggel elviszem magát. Ugye. Uram, fogózzon meg!
maga a legnagyobb mázlista a világon. Igazán? Uram, van nálam egy nő, akinek nincsenek nagy bárkai, aki nem csalja meg magát másnak, akit ha elvesz feleségül egy életen keresztül, nem lesz szüksége őre, de ettől nem szabadul meg soha. Ja, ez az ideális nő számomra. Végre nyugodt család élhet. És fiatal? Uram, ennek még az az előnye is megvan, hogy nem fiatal. Nagyszerű, Zala, túlol már a bab kiskorom? Ez? Hát nem is emlékszik vissza azokra az időkre. Ja, ugye ezt nem fogják elcsábítani tőle. Ezt revolverre sem lehet másra kényszeríteni. És amilyen szerencséje van, uram, a nő itt van nála. Na, na, hát menj át! És tudja meg neki, hogy hát én vagyok az a mesebeli. A mesebeli, várjon azonnal szólok neki. Ne, szólok. Ne. Jó napot! Te jóságos atya, úristen! Hölgyem, engedjem, hogy bemutassam a vőlegényét. Ó, te gyönyörű ember! Részem róla a kacagás. Nos, uram, mi szól a portékához? Hát, kemény lukkérjem, én csak egy egyszerű pocséknőt akartam feleségül vennie. Ilyen pocsékról egy álmom is emelte. Tetszem magának? Ja, igen. Nem is hittem, hogy ilyen egyáltalán létezik. Nem megmutatom, hogy egy fölnye remény. Hát kérem, ez vagyok én. Uram, nézze ezeket a szemeket. Nézze ezeket a lábokat. Nézze ezeket a kezeket. Na mit fól? Borzasztó, ugye? Erre garantáltam csak maga a vevő. Hát kérem, ismerkedjenek. Hajlandó hozzányedni feleségünk. Jaj, hát boldogan! Soha nem fog engem megcsalni. Soha! Soha nem fog tőlem megszökni. Nem! Mondja csak, vannak nagy bájkei? Nincsenek! Kihagyt az egész család, de még vagyok a remetős. Azt látom. Na jó, hát akkor jöhet az ölelés. Édes kicsi férjem! Édes feleségem! Hát bocsásson meg, ha már így összejöttünk, szabad lenne a kedves nevé. Bújtosom, Matilda vagyok. Jól értettem? Bújtosom, Matilda? Igen, Bújtosom, Matilda. Matilda, bestia! Hát én már mondtál, hogy meg se ismerlek. Hát micsoda hang ez? Egy tisztességes úri hölgyel szemben. Még te beszél tisztességről, te utolsó senki házi bestia. Hát nem emlékszel arra, hogy 15 évvel ezelőtt hétfőn elvettelek feleségből, kedden megcsaltál és szerdán ott hagytál? Marikám, soha többé nem fogok megszökni tőled. Nem bízom, mert nem veszek el még egy feleség. Ja, Istenem! Uram, uram, könyörgöm, csak még egyszer erre legyen feleségül. Még egyszer? Soha a büdös életbe. Hát de mit van úgy oda, mit számít ez magának? Hogy mit számít? Hát én szöktettem meg magától.